egy kis vita alakult ki itt az egyik videóm alatt. Kész az egyik ódolfa videó alatt. Úgy nem tudom hol mondjátok, hogy hajam maradt, mert nem látom, ezt csak egy ilyen fóta bőrömön, de lát, hogy való más hú. Na de mindegy, nem látok hátra, oda tapogattam, de nem kapom meg. Mindegy. A lényeg itt az, hogy egy kis vita alakult ki. Kúrszán és hétló között. 7 között. Vita, vitával ugye semmi baj nincsen, csak ne szidjátok egymást, de arra kérlek. Vita vitázzatok, és én is bekapcsolódok, de, de ne, ne szidjátok uh, egymást, egymás, egymás anyját, se, stb. Úgyhogy csak nyugison gyerekek. Általában törülöm azokat a kommenteket, amiben egymást szidjátok. Itt most nem törültem le kivéve egy-kettőt, amivel csak szidás volt, azt láterültem, de a többit ott hagytam az émet, vannak, vannak benne e, értékes információk. Na, aki, aki kíváncsi, az, az majd jön se, az, az, megkapja ott a, az a videó alatt a kommenteket, és elolvassátok. <kül> Na, de a lényeg az, hogy, hogy kurszan ajánlotta, hogy Legalább én, ha neked lennék, elkezdnék gyűjteni egy napelemes rendszerre, és teleroknám az egész tetőt öt éven belül visszahozza az alat, és további 15-20 évben csak profitot tármá. A napelem rendszerre és egy nagy lépés a teljesen önállalatás felé. <tosz> én válaszoltam is, hogy ja, szeret, szerelek majd napelemeket, jó befektetés, és egyre olcsóbbak ma már, de nem a tetőre fogom rokni őket. <tosz> Na, és akkor itt elé és hátra Seven Horse azt mondja, nem éri meg, Kurszán azt mondja, megéri, és hát én ezt már rég kiszámoltam, hogy megéri, én már nagyon rég tervezem, hogy veszek, nézegetem mindig az ott az árak egyre jönnek lenne minden évben, de a, a lényeg az, hogy megéri, legalábbis nekem itt megéri, de ahogy leírja Kurszán itt hosszasan, Magyarországon is meg lehet csinálni úgyhogy megérje Na de én az én számaimot mutatom be jelenleg nekem hogy Hogy hogyan Tehát például havi 36 dollárt fizettek én most villanyszámlát Tehát az évi 432 dollár És kb havi 140-150 kilowattot fogyasztok Amihez A számítársaim szerint egy 1500 wattos tehát egy, egy, egy és másfél kilóvat közötti rendszer megtenné, hogy annyit kitármálják, és az kb. 2000 dollárba kerülne jelenleg, és ez egyre olcsóbb lesz. Tehát ja, 5 év alatt uh, megtérülne az a befektetés, úgyhogy nekem, nekem megérni. És, uh, és nem tudom, hogy másnak megérje, más országban, Magyarországon mi a helyzet, de például Kurszán is azt mondta, hogy vett egyes alkot részeket Németországból, innen, onnan, másodkézből. Tehát én is vennék olyan paneleket például, ami B-grade vagy C-grade. Tehát nem uh, top, nem adiúj, nem hanem van egy kicsi karcolás rajta, vagy egy kicsi ilyen-ilyen uh, hiba. Azokat még olcsóbban meg lehet venni. Tehát most tudsz venni egy, -egy 240, 250, 260 wattos panelt, 150 dollárt. De, de, van mikor még ócsóban is. És egy inverter, ugye én grid rendszert csinálnék, tehát hogy össze legyen kötve a rendes hálózattól, és, és olyan rendszert szeretnék csinálni, amit majd lehet bővíteni. Úgyhogy valószínű, hogy mikro, mikroinvertereket fogok használni, de meglássuk. Na de mindenképp kell, kell majd egy kis pénz gyűjtsek, most jelenleg nincs pénzem rá de már régóta nézegetem és uh, kibővíthetem a rendszert 10 kilovattig és idővel majd szeretnék uh, egész 10 kilovattos rendszert kiépíteni, és uh, a plusz energiát amit tármelek, azt uh, bitcoin uh, banyászra fogom használni <kül> na Úgyhogy megéri mindenképp a, 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 a van a jövő, tehát a, a napellemekben az a, a, jövő tiszta energiaforrása. Unlimited, de van belőle elég. Valakit kommentelt, hol van Arpad, Kolozsvári. Szóval a napellemes rendszer egyáltalán nem környezet megbarát megódás. E, viszonyítva mihez? Tehát ezt, ezt nem lehet csak így kijelenteni egyáltalán nem környezetbora megoldást viszonyítva mihez? A szénégetéshez viszonyítva? Az olajégetéshez? Nukleárishoz? Mihez viszonyítod? Az alapanyag előállítás, a gyártási folyamat, majd az alkatrész cserék. Mindnek óriási a környezet eh, hatása és ugyanez az alapanyag előállítás, a gyártási folyamat, majd az alkatrész cserék, ez, ez, minden más folyamatban nincs ott, tehát most, most mennyi alkatrészet kell csinálja, mennyi előállítás, gyártási folyamat egy, egy, egy atomerőmű építésére, vagy akármilyen más, mert ugye nincs, nincs annékül, tehát most akármilyen, szél, széle, szélenergia, ha akar milyent, valamit kell hozzá csináljál, ami, ami ugye, vagy szélmalmot, vagy ilyent, vagy olyan, tehát semmiből nem lesz semmi. Úgyhogy mind, mindennek van, mindnek óriási a környezeti hatása. De, ja, de viszonyítva mi ez? Tehát a, a nukleárisnak nincsen, a, a, szénnek, az olajnak, a, a másféle tehát akármilyen energiállóalitásról beszélünk, mindeniknek lesz óriási környezeti hatása, mert 7 milliárd ember vagyunk, ugye? 7 milliárd embernek energiát termeszteni környezeti hatás nélkül nem fogsz. A természetességhez semmi köze. Ez egy nature fallacy, tehát ez egy ilyen logikai bukfánc természetességhez mi köze van a, a nukleáris energiának, és a többieknek. Tehát minden természetes, amit az ember csinál, mát, hanem természet feletti lenne. Úgyhogy e, ezt, ezt, nem értem, miért mondod. És ami a lényeg, az túl messzebb nem is áll a napellemes rendszer ma alkalmazott formáiban. Miért? Alpikam. tehát csak itt ki, kidobig azt mondatok ott e, semmi alátámasztal, és s, s magyarra Úgyhogy, e, hogyha felszerelem a eleket és megtármelem a saját energiámot, akkor, e, akkor az, az, valamilyen szinten önállatos. De viszont, <kül> nincs, meg tudnék élni annélkül, és tehát nem lenne muszáj a szereljek, de viszont, uh, viszont én, én abban látom a jövőt, a napenergiában, mert ott van végtelen, annyi, annyi van belőle, mindenkinek jut. És persze a, a technológiát azt, azt kell ugye fájleszteni, egyre, egyre hatékonyabbak a panelek, meg majd fel fognak fedezni új módszereket, de amivel környezetbarátabb lesz az előadítás, stb. Lehet már olyan, hogy nem kell hozzá, mit tudom mi, olaj vagy egyebek. De, de ugye viszonyítva, viszonyítva a többi erőforráshoz, <coughs> többi energiaforrás előállításához, <coughs> szerintem nem, nem kevésbé környezetbarát, mint akármilyen más energiát előállítani. Mert mindenikhez kell valamit építsék, kellnek alkatrészek, gépek, mindenikhez kell alkatrész, csere, gyártási folyamat, alapanyag előállítás. Tehát úgy beszélsz ebbe a kommentben, mintha, mintha a jelenlegi energia, amit más forrásokból nyerünk, az teljesen izé lenne e, neutrális a környezetre, nem lenne semmi környezet hatása. Ugye nem beszélve arról, hogy véges, véges a legtöbb... E, energiaforrás, amit ma használunk. Hát a foszilis e, tüzelőanyagokra értem, ugye olaj, földgáz, meg szén. Már ugye van, ami megújítható, tehát a víz, meg a e, hidró, meg a, meg a szélenergia, meg az ilyesmi. Na, tehát Ja, e, jó, ezen állt vitazni, meg tűnődni, de de csak azt így simán kijelenteni, hogy napelemes rendszer egyáltalán nem környezetbarát megoldás. Akkor mi, mi, mi a környezetbarát megoldás? Más Nem, nem az atomáról Nézd meg fukushima -t. Úgyhogy... Ja. Szerintem a, a, a nap, napenergiában van a jövő. És azért, hogy ma még -e viszonylag kis cipőbe jár, gyerek cipőbe jár, az, az nem azt jelenti, hogy Hogy nem jó és nem, nem kell használjuk és tovább fejleszünk. De a prognosztizálás meg lehet nézni az előre hogy milyen hatalmas léptékben fog a napenergia fejlődni. Egyesek azt jósolják ma, hogy a, a 2100-ig a napenergia fogja kitenni a világ energia ja, a 70-80 százalékaig. Úgyhogy ja, ennyit így dióhéjba. Ja, még annyit már ja, biztos fogjátok van kérdezni, hogy miért nem a tetőre fogom tenni a napelemeket azért, mert, mert közel akarom tenni a az oszlophoz, ahol a villany van, ma oda kell bekötni. És nem szeretem a tetőre tenni, mert ha valamit ke, baj van vele, akkor fel kell venni a panelt, hogy alatta dolgozzal. És vagy mikroinverterrel fogok menni, vagy a Solar a, a Power... E, e, hogy minek hívják a Power box -a, ami mind a kettő a panel alá lesz installálva, úgyhogy a tetőre teszed, az nem jó megoldás amúgy hatalmas súlyt is tesz rá a tetőre, meg meg kell furkodni a tetőt, meg beázás lehet. Úgyhogy semmi szempontból nem jó a tetőre szerelni. És a tetőm amúgy is keletre néz, nem délre, úgyhogy nem lenne optimális. Ugye egy oszlopra fogom szerelni, egy oszlopot belebetonozok a fődbe. és arra fogom szerelni ott a villampóza mellett. <kül> Na jó. annyi dióhéjba, gyerekek. Írjátok meg, kommentbe, ti mit szóltok ehhez, mi a tapasztalatok, véleményetek, és ha e, valamit e, nem jól látok, akkor várom az építő jellegű kritikát is. Na jobba.